Azért vannak ám jelek, amik minket, magyarokat örömmel kell, hogy eltejlítsen. Ilyen például a szeretet láng. Azok az országok, vagy azokban az országokban, ahol a szeretet lángot a püspökök elfogadják, ott meredeken megy fel a kereszténység. Gondoljanak Dél-Koreára, Fülöp-szigetekre, Mexikóra, folytathatnám. 3 évvel ezelőtt volt itt egy szeretetláng világkonferencia, és az esztergomira elmentem. Ott az egyik dél-amerikai ördögűző pap a következő tanúságot tette, hogy amikor az ördögűzés mindenféle egyháztól kapott lehetőségeit kihasználja, és az ördög nem mozdul, akkor előveszi a szeretetlángot és mozdul, és azonnal használ. Az én nagy örömünk azon túl, hogy a bíboros atyánk, bizonyára többen ott voltunk, ha jól emlékszem, a Jézus szíve templomba Kispesten, amikor okmánnyal jegyezte, hogy ajánlja, tehát az esztergomi vármegyében, egyházmegyében ajánlja mindenkinek a szeretetlánk rózsafüzért. Én azóta bíboros úrral ezt megköszöntem neki, és találkoztam vele, és kérdeztem, hogy hát a többi püspök miért nem? Azt mondja, hát mindenkinek szabad akarata van, de úgy tudom már, a többiből is 2 ugyanúgy ajánlja. Úgyhogy imádkozzanak és szorgalmazzák a püspökeinket, hogy legyenek bátrak a szeretetlánk felé. Nem kell félni ennek a népi erejétől, ugyanis a népi erő mögött komoly teológia van ám, aki odafigyel és komolyan veszi a szeretetlángot, az pontosan tudja, hogy a szűzanya szívében fogant láng, ami aztán megtestesül az ő méhében, az maga az Úr Jézus. Tehát a szeretetlánggal a legjobban tudjuk követni az Úr Jézust. Miért? Azt mondta a II. János Pál pápa, hogy az Úr Jézus felé, az Isten felé a legbiztosabb út Márián keresztül vezet. Ez igaz. Ennek az igazságáról szívesen beszélek mindjárt mindnyájunknak. Itt most van egy szeretetláng rózsafüzérem, ez egy új, most vettem, mert a régit elajándékoztam a csíksomlyói búcsúban, de van itt azért egy kettő rózsafüzérem még a kocsiba is, de zsebembe is, mindegy, egyik zsebben van egy. Na kérem szépen, beszéljünk először a rózsafüzérről. Mert sokan azt mondják, hogy a rózsafüzér az öregasszonyok babozgatása, meg furcsa papok babozgatása. Hát, akkor én vagy öregasszony vagyok, vagy furcsa pap. Mert kérem szépen, én is rendszeresen babozgatom. Miért hívjuk olvasónak? Tudják-e? Azért hívjuk olvasónak, mert amikor ezt az emberiség a Szentlélek sugallatára, a szűzanya közben járására, tudomásunk szerint Szent Domonkoson keresztül kaptuk az emberiség, akkor még a hétköznapi emberek nem nagyon olvastak. Csak a papok. De miért kell imádkozni a rózsafüzért? Tehát aki a rózsafüzért nap-nap átimádkozza és átelmélkedi, az az üdvtörténetet nap mint nap átelmélkedi. Mintha átolvasná az egész Bibliát. Ezért hívják olvasónak. Átolvassuk. Kérem szépen, tökéletes szerkezete van a rózsafüzérnek. Kezdődik egy hiszek eggyel, hitünk megvallása és egyben ördögűzés. Utána jön egy mi atyánk, az Úr imája, centruma, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Ugye ezt kell nagyon megérteni. Én veletek leszek minden nap a világ végéig. Hát ha most én itt összeesnék maguk, nyugodtan hallelujázzanak, tudtamra nincs halálos bűnöm, már voltam itt a 10:30-es misén, mi bajom lehet? Bekerülök a tartalékok közé, már akkor jól jártam.
kis padra, tudják, a tisztító tűzbe. Talán rosszabb helyre nem kerülök. Korábbi csibészségei miatt ott a helyem. Kérem szépen, utána jön három üdvözlégy. A közötte levő titkok. Hit, remény, szeretet. Mifelénk, hogy Sopron környékén, a Fertőtó partján, vagy az Ipolyságban, vagy Csíkban, vagy Gyergyóban, az örvendetesben, a fájdalmasban és a dicsőségesben más-más titkokat mondanak. Örvendetesben hit, remény, szeretet, a fájdalmasban értelem, emlékezet, akarat, a dicsőségesben gondolat, szó, cselekvés. Nem akarom feszíteni nagyon az érzékeiket, hogy felfogják, de nem megyünk bele a szám misztikába, a kilences, ugye az egy nagyon szép isteni szám. A hittől a cselekvésig ez a tökéletesség útja. Hit, remény, szeretet, értelem, emlékezet, akarat, gondolat, szó, cselekvés. Ez a tökéletesség útja. Hittől a cselekvésig. Mert nem elég hinni, cselekedni is kell, és a szóval megvallani, stb. Hit, remény, szeretet, értelem, emlékezet, akarat, gondolat, szó, cselekvés. És aztán jön egy miatyánk, és 10 üdvözlégy ötször. Egy híres olimpiai bajnok barátom megkérdezte tőlem, azt mondja, hallom, te is minden nap mondod mind a három rózsafüzét. Mondom, persze, még többet is. Azt mondja, ide figyelj, apám, mikor haldoklott, 40 kiló volt vasáddyal, amikor mentünk be hozzá a kórházba, akkor mi pityeregtünk, ő meg mosolygott, és mindig kezébe volt a rózsafüzér. Azt mondd meg, mi ebbe a jó. És akkor mondtam neki, hát ide figyelj, most majdnem kimondtam a nevét, erre nem hatalmazott föl, mondom, ide figyelj. Hát a rózsafűzér ez egy tökéletes szerkezet. Aki érettségizett, annak tudnia kell. Az 5/10 miért? Bekezdés, tárgyalás, tetőpont, kibontakozás, befejezés. Aki még nem érettségizett, már holnap kezdhet. Ez a cselekvésnek a szerkezete. Még egyszer mondom, bekezdés, tárgyalás, tetőpont, kibontakozás, befejezés. És ezt kérem szépen, a három klasszikus rózsafüzért veszük, az az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges. Megdöbbentő ám, amit most mondok. Medjugorjéban megkérdezték a látnokok, hogy Szűzanya, melyik a kedvenc tized? Lefogadok, hogy mindannyian azt mondanánk, hogy aki nekünk a szent lelket elküldötte, és nem is járnak messze. Azt mondta, nagyon fontos, és nagyon szeretem, mindegyiket szeretem, de ha csak egyet mondtok, mindig ezt mondjátok. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ez a Szűzanya kedvenc tizede. Miért? Ha már választani kell, mindegyiket szereti. Az örvendetes rózsafüzér tetőpontja a fiú születése. A dicsőséges rózsafüzér tetőpontja a Szentlélek elküldése. A fájdalmas rózsafüzér tetőpontja, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Krisztus király, ő van a teremtés közepén. Ő a megváltó, ő a megszabadítónk. De hogy ezt még jobban megértsék, az örvendetes és a fájdalmas rózsafüzér közé van ám még egy rózsafüzérünk. Ez nem új rózsafüzér, csak feledésbe merült, és második János Pál pápa újra fölevenítette, ez a fény vagy világosság rózsafüzér. Annak mi a tetőpontja? Mert az örvendetes és a fájdalmas közé esik be, ha átelmélkedik a titkokat, oda esik be az örvendetes és a fájdalmas közé a fény vagy világosság rózsafüzére. Annak a tetőpontja, aki nekünk Isten országát meghirdette. Újra kell evangelizálni a világot. Látszik. Ó, drága Európa! Ó, drága Nyugat! Az oroszoknál sokkal nagyobb a hit. Voltam ott, még a szocializmus ideált is voltam kint tanulmányúton, sokkal nagyobb a hit.
lassan Oroszország tartja meg majd a kereszténységet itt Európában. Kérem szépen, és mi az örvendetes rózsafüzér befejező tizede? Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Az az ötödik tized. És azután következik a fájdalmas rózsafüzér. Kérem szépen, a fájdalmas rózsafüzér maga az Eucharisztia. És ezért annak központja Krisztus király, egyébként az egyházi évad vége is, Krisztus király, a szűzanya, ott van mindig rendes szűzanya jelenés, ahol a szűzanya a Szent Háromságos Egyistenre mutat. Az Eucharisztia csúcsa Krisztus király. Nap mint nap találkozhatunk vele, ott a felajánláskor, és aztán magunkhoz is vehetjük. Add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Bolberic atyának egyszer volt egy közös tanúságtételünk, és akkor mondtam egy mondatot, azt mondta, te ez olyan jó mondat, hogy légy szíves, mindenhol mondd. A papot meg a kutyát a szájáért fizetik, igaz téged is, de tőled nem várják. Na mondom, akkor elmondom mindenhol. Hát most is elmondom. A rózsafüzér edzés, a Szent Mise a meccs. Kedves emberek, rózsafüzért Szent Mise alatt nem mondunk. Nem lehet meccsen is lenni, meg edzésen is. Nagyobb imádság, mint az Eucharisztiában ott részt venni, nem lehet. Ráadásul, kedves testvérek, nem mondjuk a pap szövegét, mert az az Úr Jézus helyett mondja. Mi nem vagyunk az Úr Jézus, csak annak követői. Vannak ott válaszok. Az Úr Jézus előimádkozza a pap, mi meg rámondjuk. De az, hogy én vagyok az Úr Jézus, és meg mondom is, az mániákusság. Tessék abba hagyni. Szoktam hallani, hogy mellettem mondják a pap imáját is. Ne tegyék! Viszont a rózsafüzért, aki imádkozza rendszeresen, az olyan nagy örömet érez, mert utána nem unatkozik a szentmisén. Még ha el is kalandozik, mert emberek vagyunk, és mindenféle gondok nyomnak minket. Szoktam mondani a lelki vezetőmnek, hogy te is elkalandozol, és legyüttek a könnye, azt mondja, hagyd el. Az a legborzasztóbb, mikor a gondok elnyomnak, és misézés közben arra jövök rá, hogy mondom a szöveget, azt elkalandoztam. Mondom, és akkor mit csinálsz? Akkor megszólítom, hogy Uram, fogadd el, most itt tartok. Fogadd el így. Látod, valami nyomaszt a magánéletemben. Na most kérem szépen, mikor ezt az olimpiai bajnok barátomnak elmondtam, hogy aki minden nap elimádkozza a teljes rózsafüzérkört, az a hite megvallásával, a mi atyánkkal, a szűzanya kedves imájával, az üdvözléggyel átelmélkedheti az üdvtörténetet. Az Isten emberrel való tökéletes találkozásától az ember megdicsőléséig. Azt hiszem mindent értek. Csak azt mondd meg nekem, ha miért nem egy mi atyánk, egy üdvözlégy ötször. Azt mondja, ugyanígy ötös lenne az bekezdés, tárgyalás, tetőpont, kibontakozás, befejezés. És akkor én erre még nem gondoltam. És imádkoztam, hogy jöjj Szentlélek, jöjj. Most nagyon gyorsan gyűjt. Nem szokott mindig ilyen gyorsan jönni, ő tudja, mikor van ideje, most nagyon gyorsan jött. Tudod, azért, mert aki minden nap elimádkozza a teljes rózsafüzért, az átimádkozza az üdvtörténetet a hite megvallásában, az Úr imájával, a szűzanya imájával, minden titkot a 10 parancsolat jegyébe.
Azt mondja, most már értem. Mondom, most már én is. Kérem szépen, a 10 parancsolat azért nagyon... Én is csak kaptam, továbbadtam. És ha látják, ha nincs egy jó kérdező, én mikor jutott volna eszembe? Kérem szépen, a 10 parancsolattal is nagyon finoman kell bánni. Tudják, az első táblán van 3 parancsolat. A második táblán meg van 7 parancsolat. Aki csak az első 3-at tartja be, az fanatizmusban szenved. Imádlak, Uram, a szomszéd hülye. Ez a fanatizmus. Én üdvözülök, a többi nem érdekel. Na hát, elég messze kerül az üdvösségtől az ilyen. Na most, aki meg a második hetet tartja csak be, az meg humanizmusban szenved. Én mindenkit úgy szeretek. És milyen törvény alapján? Hát csak úgy. Na hát, ebből is hány van? Ez a humanizmus. Kérem szépen, a kettőt együtt kell használni. Az Úr Jézusnak szóltak ám ezek az írástudók, farizeusok, tudták a törvényt, csak nem használták. Most úgy hívjuk őket, hogy értelmiségiek. Én nem vagyok az, remélem nem is látszik rajtam. Én nagyon harmonikus szeretnék lenni, Isten őriz, hogy értelmiségi legyek. Na most az akkori értelmisége, úgy hívták őket, hogy farizeusok, most is, csak most csinosabban hívják magukat. Azt mondták, mondd már, rabbi, azaz tanár úr, melyik a legfontosabb parancs? Na most az Úr Jézus bölcsen azt mondta, összefoglalta az első táblát, szeresd Uradat, Istenedet, és csak őt szolgáld. Aztán összefoglalta a második táblát, szeresd fele barátodat, mint te maga. A bölcs, de a kettő közül melyik? 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 Különben nincs kvízműsor, showműsor, hogyan legyél milliómos? Bingo, talpon maradnék. Na kérem szépen, az Úr Jézus talpon maradt, és azt mondta, a kettő együtt. De az első az első. Azaz az Isten teremtette az embert, nem az ember az Istent. Bár azóta is próbálja aranybornyúnak, pirosbornyúnak, kékbornyúnak, csak nemzeti tarkabornyúnak, globál semmilyen bornyúnak, aberált szivárványbornyúnak, nihil ködbornyúnak, független bornyúnak gyúrni. Ugye én függetlenre például soha nem szavazok. Hát, ha ő nem tudja, hogy kicsoda, akkor én hogy? A független a legrosszabb. Miért lógsz a levegőbe, vagy hogy? Hát valami értékrend, de csak van, nem? Tehát, azt mondja az Úr Jézus, hogy nem megmásítani jöttem a törvényt, hanem betartani. Még nehéz sorsú egyház személyektől is hallja az ember, hogy a 10 parancsolat, na, nem kérem szépen, a 10 parancsolatban mindenben van. Jól kell összere stimmolni. Ráadásul az Úr Jézus ott az utolsó vacsorán, ha még valaki nem értette volna így törvényszerűen, annak elmondja egy novellába. És nincs nagyobb szeretete annak, aki életét adja barátaért. Ő megadja. Na most erre a feladatra hív minket. Hogy aztán ez fehér vértanúság vagy vörös vértanúság, azt nem tudjuk. Azt ő tudja, hogy kinek mivel lehet oda bejutni. De nekünk igyekezni kell, és azt kell mondani, és úgy kell élnünk, hogy mások is ezt észrevegyék. És ebben nekünk példaképünk a szűzanya. Ő a legfontosabb tanítvány. Miért mondom ezt el? Pedagógus gyerek vagyok, a szívre nevelni kell, az agyra okítani. A kettő együtt a tanítás. Morál és bölcselet. Biblia és Arisztotelész poétikája. Ez a harmonikus, ez a katolikus élet. Merhez szétszakad, ez a szív vagy harmónia, Fidesz et ratio,
ez szétszakad, akkor az agya sok hűítik a hiszékenyeket. Nagy divat. Az agya sok hűítik a hiszékenyeket. Nagy divat. Ezért hívják magukat ítinek. Eté. Eténé és eté. Eftás. Ugye? Szívüktől elszakadt agyasok. Persze most azt hiszik, hogy ez nincs benne a Bibliában. De, benne van a Bibliában. Például a gazdag ifjú története. Ahogy most föl is olvashatnánk, kint van a kocsiba a Bibliám, de azt hiszem, jó helyen vagyunk, itt mindenki ismeri. Gazdag ifjú megszólítjám az Úr Jézust. Jó rabbi, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azt mondják, miért mondasz engem jónak? Ott kell ám egy kis szünetet tartani, mikor az ember ezt felolvassa. Erre válaszolni kellett volna a gazdag ifjú. Nem válaszolt. Erre folytatja az Úr Jézus. Hát egyedül csak az Isten jó. Megint kell egy kis szünetet tartani, mert azt kellene mondani a gazdag ifjú. Hát azért szóltam neked, mert te vagy az Isten. Hát a nagy megvilágosodás lett volna. De nem válaszol rá. Erre az Úr Jézus azt mondja, hát mégis válaszolok neki, pedig hát már kettő finomat mondod neki. Hát miért mondasz engem jónak? Egyedül csak az Isten a jó. Nem válaszol rá. Na, akkor erre visszakérdez, vagy visszaszól az Úr. Tartsd meg a parancsokat. Azt mondja a gazdag ifjú, májákát. És akkor az Úr Jézus, elolvastuk-e jól azt a Bibliát? Hát nem ám a 10 parancsolat elejére kezdi, csak a második parancsolatot mondja, a második táblát. Csak a humán parancsolatokat. Azt mondja erre a gazdag ifjú, én ezt gyerekkorom óta mind megtartom. Hát egy jó reneszánsz figura volt. Úgy humanista módon úgy megtartotta. Az Úr Jézus megkedvelte, mert azért az nem semmi dolog ám. Apádat, anyádat tisztel, ne ölj, ne lop, ne paráználkodj, másét, stb. Az azért nem semmi. Az Úr Jézus megkedvelte, és visszakérdezett. Hát, ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el mindenedet, és kövess engem. Na most, add el mindenemet, mindenedet, és kövess engem, az mit jelent? Hát gondolják meg, bemutatkozott az Úr Jézus neki, hogy ő az Isten. Ha tökéletes akarsz lenni, add el mindenet, az kövess engem. Bemutatkozott neki, hogy ő az Isten. Nyugodtan eladhatod mindenedet. Hú, nagyon sok pénze volt, add már, azt még ki kell élvezni. Na most, ez a papi hivatás. Civil embernek is ugyanez. Add el mindenedet, és kövess engem. Ugyanez vonatkozik ám mi ránk, civilekre is. Apákra, anyákra, nagypapákra, nagymamákra, gyermekekre, fiúkra, lányokra. Hogyne? Az nem azt jelenti, hogy egzisztenciálisan le kell nullázni magunkat, mert akkor tönkre megy a család. De az Isten legyen az első. Ne a pénz. Ne az ingatlan, ne a vagyon, ne a smuk. Add el mindenedet, és kövess engem. Azaz, tegyél engem az első helyre. Civil embernek ez. Papnak, szerzetesnőnek persze más a helyzet. Hagyd el mindenedet, és kövess engem. Teljesen bízzad magadat rám. Mi ezeket gyakoroljuk. Mindenben van a Bibliában. Na de most rohan az időnk. Elmondok egy rózsafűzé. Az egyik tizedről elmélkedjünk egy picit. Mindegyikről elmélkedhetnénk, egyik jobb, mint a másik. De a legfontosabb az első titok, rózsafűzér titok. Ha azt megértjük, akkor az összes többi rózsafűzért ennek hatékonyságába tudjuk jól kezelni. Ha nem haragszanak, az angyali üdvözlet nélkül bocsássanak meg a más felekezetű keresztények,
Hát milyen az a kereszténység? De mi katolikusok angyalüdvözletben gyökerezve nyugodtan rábízhatjuk magunkat a mamára, meg a fiára. Kérem szépen, csak zárójelbe jelzem meg, aki a szűzanyát imádja, az nagyon hamar vegye föl a betegek szentségét. A szűzanyát nem szabad imádni. Aki erre a szintre eljut, hogy imádja a szűzanyát, az vegye fel a betegek szentségét. Csak az Istent szabad imádni. A szűzanyát nagyon kell szeretni. Isten után őt kell a legjobban szeretnünk. De nézzük az angyal üdvözletet. Hány választ ad a szűzanya az angyali üdvözletben? Ne kapkodjanak, nem egyet, hármat. Hogy van az angyal üdvözlet? Jön az angyal, megszólítja Máriát. Mi az első válasz a Máriának? Megdöbbent. Van jó fordítás, ahol az van leírva, hogy Mária megdöbbent. Mária nem volt ám egy butuska lány. Hát ő, kérem szépen, szolgálattevő volt a templomban, ismerte az írásokat, tudta, ott van Izajásnál, hogy szűzen fogantatással kell jöjjön az Isten egyszülött fia. De Marika nem magára gondolt, hogy na, hát én szűz leszek, már én aztán majd megszülöm az Istát. Ha nem úgy volt, az kérem. Minden esetre szűzi állapotban van, és jön, most ez kísértés vagy kegyelem? Minden szűznő mondhatja ezt, most már nem, mert a világtörténelemben csak egyszer történik ez meg. Az meg már megtörtént. Addig a pillanatig minden nő mondhatta. Az atya elküldi Gábrielt. Az első válasz a Máriának itt a szívébe. Az angyal meg is érti. Ne félj, Mária! Nyugi, Marika! Nem bukott angyal vagyok, hanem rendes angyal. Ugye? Buta közmondás, hogy jobb félni, mint megijedni. Helyes közmondás, jobb megijedni, mint félni. Már aki megijed, az maximum berezel. De azt ki lehet mosni. Katolikusnak gyónás, bukott diáknak pótvizsga, bukott nemzetnek pótszavazás. Addig meg engesztelés és vezeklés. Magunkért vezekelni kell, másokért engesztelni. Az két pilléren áll, ima és böjt. Ima böjt nélkül fecsegés, böjt ima nélkül fogyókúra. Kettő együtt. Kérem szépen. Ez mind bent van a Bibliában, de ez pap mondja, hogy beszél a pap? Muszáj lefordítani népnyelvére. Ismerik a Bibliában azt a történetet, mikor az Úr Jézus elküldi őket első alkalommal. Hát látta a tanítványokon, hogy ezek most, azok sem nevelmények voltak, vagy okitmányok. Szív vagy harmonikusnak próbálta őket az Úr Jézus. Ő szív vagy harmonikus volt, hát akarta, hogy őt is, ők is fidezett rációsok, menjetek. Úgy küldelek benneteket, mint farkasok közé a bárányokat. Jönnek vissza. Jézus, a te nevedben még ördögtől háborodottak is megszabadulnak. Na most ott az Úr Jézus egy kicsit helyre roktám őket, már olyan kárörvendben jöttek haza, hogy megtértek a más vallásúak. Körülbelül így jöttek haza. Szóval ne ennek örüljetek. Tehát kicsit túlzott volt az örömük. Ne ennek örüljetek, hanem annak, hogy már be van írva nevetek. Már van egy kis ötös vagy egy piros pont. Már ennek örüljetek. Már valami jót csináltatok. Na de pihenjetek le, mert aki állandóan dolgozik, annak az Isten a munka. Hát nem lehet hatékonyan dolgozni, pihenni is kell, mert különben rabja lesz a munka. És akkor ez a harc lesz a végső, tényleg. No, elég az hozzá, amikor lepihentek, megint tanította őket,
kérdezgette őket, az osztálytitkár Petya elég jó válaszokat adott, nyilván a többi is, mert maguk között megbeszélték, és akkor elküldte őket második evangelizációs körül. Na menjetek! Jönnek vissza. Hát most nem így jöttek. Lehajtott fejjel. Csüggettem. Hát szép evangelizáció volt. Meggyűjtünk Mária Remitérünk. Ott volt egy furcsa színész. Na, jönnek a tanítványok, csüggettem. Szóval az Úr Jézus, mi van, srácok? Tanár úr nem megy, nem megy. Rabbi, ugye, azt jelenti tanár úr. Nem megy. Hogy nem megy? Hát múltkor ment, most meg nem megy. A múltkor ment, most meg nem megy. Hát várjatok, srácok, akkor nem úgy csináltátok, mint múltkor. Mi mindent úgy csináltunk, mint múltkor. Várjuk, vizsgáljuk meg azt, hogy ima volt fest, ima volt. Úgy mondtuk a rózsafüzért, úgy mondtuk a misét. Az böjt is volt. Most böjt nem volt. Hát az úgy nem megy. Hát vagy egy másik történet, amikor az Úr Jézus megy egy helység felé, és jönnek elé, Jézus, gyere, a tanítványaidat agyon akarták verni. Hát na most, nincs benne a Guinness rekordokban, de az Úr Jézus biztos, hogy világcsúcsot futott. Hát mennyi dolgozott ezért a 12, most agyonverik, hogy ezt kezdheti előről. Hát úgy futott, úgy meg volt izzadva, hogy az beszaladt, helységben még nem verték agyon az apostolokat, a tanítványokat, szépen rendet csinál, mindenkit meggyógyít, minden rendbe tesz, mindenki szétszélet. Ugye, megvolt a sör, bocsánat a humorért, sör, kolbász, osztás, már haza lehet menni. Mindenki hazament. Vége volt a fesztiválnak. Ott maradtak a tanítványok, buslakodva, szégyenkezve. Tanár úr, ha hogy magának megy, nekünk meg nem ment. Várjatok, fiú. Hát már mondtam, ima és böjt. Hát ez nem hókusz-pókusz, hogy gyógyulj meg. Szóval ez nem így megy. Ha böjt nélkül az ima, félkar óriás. Tehát az előbb-utóbb hasra esik. A ima nélkül is a böjt, az már anorexia. Az is elesik előbb-utóbb. Világos beszéd. Szóval, a szűzanyát megszólítja az angyal, az első választ itt adja. Az angyal elfogadja a választ. Ne félj, Mária. Mária nem félt. Ugye az Úr Jézus is, amikor föltámad, nem azt mondta, hogy én vagyok, ne ijedjetek meg, nem mumusnak gyűjt, hanem megváltónak. Én vagyok, ne féljetek. Az Isten törvényű lét eszköze a szeretet, az öntörvényű lét eszköze a félelem. Úgy áll szembe a szeretet a félelemmel, mint a hit a hitetlenséggel, a remény a kétségbeeséssel. Mindenizmus a félelemre épít. Mindenizmus. Nagyon nehezet fogok mondani, a katolicizmus is a félelemre épít. El fogsz kárhozni. Katolikus nem erre épít, katolikus arra épít. Üdvözülhetsz! Mindenizmus középpontja az egoizmus. Legyen az bolsevizmus, liberalizmus, nacionalizmus, fasizmus. És két út van előttünk, ahogy Anóta is mondja. Melyiken induljunk? Az Isten törvényi út és az öntörvényi út. Az öntörvényűség idegen szóval egoizmus. Minden izmus az egoizmusból ered. Legyen az nacionalizmus, fasizmus, liberalizmus, abelarizmus, nihilizmus. Ez most e felé tartunk? Globalizmus? Persze. Veszítsd el, ember, a szabad akaratodat. Csak fogyasz, mint az állat. Majd mi megmondjuk, hogy hol, mit. És ne legyen felelősséged. Ne törődj semmivel, az élet ennyi. Nincs örök élet. Na most a szűzanya felkészült, tiszta hölgy, éppen hölgy lett, mert ugye addig lehetett, amíg érett nővé nem vált, addig lehetett a szűzanya ott szolgálat teljesítő a templomban. Ott csak szűzlányok lehettek. És amikor felnőtt nővé érett, akkor már
nem szolgálattevő volt a templomban. És az atya látta, hogy ez a fiatal Marika, ez milyen szépen, okosan, bölcsen, finoman fejlődik. És elküldte hozzá az angyalt. És Mária, vizsgáljátok meg, amit kaptok. Meg is vizsgálja. Először a szívébe. Az angyal meghallja. Az atya alázatos lánya. Milyen hír ez? Ez most kísértés vagy kegyelem? Erre azt mondja az angyal, ne félj, Mária, nyugi, jót mondok. Na de nem, ez egy bukott angyal. Ne félj, Mária, és akkor mondja, mit mond. Második válasza, hol van a szűzanyának? Itt a buksiába. Hogy történik mindez? Hiszen férfit nem ismerek. Tehát ez megtörténik, hát ez meg kell, hogy történjen, benn van Izaiásnál. Ez a világ történelemben megtörténik. De hogy pont ő lenne a kijelölt ember erre? Hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek? Hát elég metaforikusan, elég szépen fejezte ki magát a szüzességi állapotát. Az Ószövetséget, aki ismeri, pontosan tudja. Ábrahámnál ott olvashatjuk. Nem vette magához addig, amíg stb. Tehát, ha ez egy jó angyal, akkor ezt hallania kell. Az angyal korábban Zakariásnak, Erzsébet férjének is megjelent ám. De erről Mária nem tudott. És azt mondta, hogy figyelj, Zakariás pedig elég érett állapotban volt már, Zakariás is meg. Gyereketek lesz. Azt mondta Zakariás, az is művelt ember volt ám, ismerte az Ószövetséget. Hogy tudom meg mindezt? Jelet kérek. Néma maracpajtás, addig az a jel. Na most az angyal Máriának meg azt mondja, Marika, te meg süket maradsz addig. Ezt mondja? Nem ezt mondja. Miért? Levizsgáztatta az angyalt. Angyalok királynője. Bölcsesség széke. Megnézte, hogy ez egy bukott angyale. Ennek meg kell történni, de hogy? Joga volt rákérdezni. Hát szüzességi állapotban van. Eljegyezte József, szüzességi eljegyzésük volt, és úgy is akartak élni szüzességi házasságban. Így is éltek. Tehát a Bibliában is így van, hogy szüzen kell fogadni. Hát nem világosította föl az angyal, figyelj, angyal, olvasd el rendesen a Bibliát, ott tanul, úgy van, hogy úgy van. Nem. Megvizsgálta, hogy ez egy milyen angyal. És az angyal méltó volt arra, hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek. Ez volt a második válasza. Az első itt, a szívébe az atyának. Második itt, a Szent Léleknek. Hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek. Az angyal folytatja, így és így történik, Szentlélek megárnyékoz, Jézusnak fogod hívni, még a nevét is megmondja. Na ott megint kell egy kicsi szünetet tartani, mert Mária még akkor se válaszolt. És akkor hozzátesz egy kis farkincát az angyal. Egyébként Erzsébet nővéred már x-edik hónapban van, 5.-6. hónapban van. Na most figyeljenek ide. Ha Mária racionalizmusban szenvedett volna, akkor azt mondta volna az angyalnak, húha, Ázsi néni is öreg, Zakariás is. Ott már biológiailag nincs gyerek. De hát, Istenet, hogy semmi sem lehetetlen, megvizsgálom én ezt. Angyal, 2 nap oda, 2 nap vissza, várj meg itt. Azt mondta? Nem. Hanem azt mondta, hogy íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. És befogadta a Szent Háromságos Egyistent, az Atyát, a Szent Lelket is megválaszolta, aztán a kettőt összestimmolta, és kimondta a fiúra az igent. Hát így, szűzanya a szabad akarat tökéje. Bölcsesség széke. Angyalok királynője, proféták királynője,
és folytathatnánk a Lorettói litániát. Gyerekkoromban úgy untam azt a sok metaforát. Miért nem lehet mondani, jó van Marika néni, jó, rendben vagy. Szóval mi kell egyszer, mi kell ennyiszer elmondani? Hát hány koronája van? A koronának hány ékessége van? Menj, a szűzanya koronának, ez mind ékessége. Bölcses, elmúlhatatlan ékességek azok, amik a koronáján vannak. Szóval a szűzanya kimondja az igent. Aztán elmegy Erzsébethez. De miért mondta ki a szűzanya az igent az angyalnak, mikor az angyal azt mondta, hogy x-edik hónapban van? Szerintem Mária, amikor felnőtt nő lett, hipotézis, el lehet fogadni, vissza lehet dobni, lelkivezetőm szerint nem kell visszadobni, Bolberic atya szerint nem kell visszadobni, Balsi Balázs atya szerint nem kell visszadobni, de nem juthat el mindenki erre. De azért elmondom. Nem tudjuk bebizonyítani, de kikövetkeztethető. Mária, amikor megszűnt a szolgálattevő lány korszaka a templomba, és érett nővé vált, akkor is szüzességet vállalt továbbra, valószínű azért, hogy Erzsébet ne maradjon magtalan, mert azok rendes, hívő emberek, Zakariás meg Erzsébet. Ugye Johann és Anna után Erzsébet és Zakariás pátyolgatták szüzanyát. Innen aztán megérthető az angyali üdvözlet után a Magnifikát. Már Mária fogja magát, azt elmegy Erzsébethez, köszönti. Mit mond erre Erzsébet? Hogy lehet, hogy uram anyja jön el hozzám? Hát honnan tudta? Megpostázta, fölhívta okos telefonon? Postagalamban elküldte? Hogy? Ott elég szép történet van. Aztán ennek kapcsán mondják el a Magnifikátot. Aztán ott maradt egy ideig. Hát persze, megtanulta, hogy kell kelengyét készíteni, hogy kell fölkészülni a szülésre. Erzsi néni egy kicsit előbbre tartott. 5 hónappal, 5,5 hónappal, vagy mennyivel, 6-tal. Ott maradt. Megtanulta, hogy kell szülni. Talán még bábasszony is volt, nincs leírva. Nem tudjuk. De minden esetre megtanulta, hogy kell fölkészülni. Hát az ő édesanyja meghalt, kikészítse föl, hogy hogyan kell majd itt csinálni. Meg milyen jó volt, hogy ott maradt. Hát milyen jó jött ez Betlehembe. Hogy tevékeny mama volt, bábasszony nélkül. Igen, ám, de haza kellett menni. 3 hónap után. No, az egy gyönyörű hazamenetel lehetett. Hát mit mondott volna neki József? Ha várjál ma, hát te hon voltál? Ha nő a poci. Hoppá! Ezt észre is vette, ám József. De igaz ember lévén, hát mi járt az ilyennek? Meg kellett volna kövezni. Nem akarta bántani, igaz ember lévén titokba el akarta bocsátani. Ez volt a terve, nem akarta agyonverni, de el akarta bocsátani. Igen ám, de mivel, hogy alázatos volt József is, és nem akarta megölni a kisdedet, meg a mamáját, ezért éjszaka, hát voltám ott alvás, ezt mondom, mit csináljak vele, most elküldjem, forgulódott össze-vissza József. Aztán fél álmában, álmában, ott megint ott van az angyal. Szóval Józsikám azt mondja, figyelj ide, Józsikám, nyugi, mennyasszonyod, a levő gyármek az Istentől van. Nyugi, nyugi, vedd magadhoz nyugodtan. Tényleg? Akkor még azt mondom egy kicsit. Hát micsoda döbben? Aztán majd olvassák el a Bibliát. Harmadnapon, sok mindenről lehet beszélni, harmadnapon. Miért harmadnapon? Hát azért,
mert már Józsi bácsi nem volt a családba, meghalt, letelt a gyászidő, plusz még 3 nap, harmadnapon elmentek mennyegzőre. Nem ám lakodalomba mentek, mert tudják, a mennyegző az úgy néz ki, hogy Isten nevében, és itt van vége. Sőt, itt kezdődik a mennyek országa. A lakodalom meg nem itt kezdődik, csak hazudják, tradicionalizmus. Ha megyünk a templomba, mert az szól, nekem azt húzzák el, meg aztán úgy szórják a virágot, meg úgy jöjjön ám a rizs, meg a... Na most a lakodalom meg nem itt kezdődik, csak hazudják, igazából itt kezdődik, materializmussal kezdődik, azzal fejeződik. Itt meg van vége. Lakodalom van a mi utcánkban, na ott lesz gyermekszaporulat. Lakodalom van a mi utcánkban, félrement a faru legszebb lány, nem ám a legjobb. Legigazabb, legcsinosabb. Gyűhet bárki. Lakodalom van a mi utcámban. És mikor lesz mennyegző? Hát az Úr Jézus a kárnai mennyegző, nem a lakodalomban. Hát ő is volt, de nem volt benyomva, mint a rajszög. Az alkohol mértékkel fogyasztva közösség formáló erő. Mértéktelenül meg materializmus. Kocsmából könnyű volt terjeszteni a marxizmust. Kérem szépen, elmennek a kánai mennyegzőbe, aztán egyszer csak, mit csinál a mama? Azt mondja, fiam, nincs boruk, nincs boruk. Mit mond rá az Úr Jézus? Azt mondja, mi dolgunk ez? Hogy beszél ez az anyjával? Gondolhatnánk elsőre. Hát micsoda dolog ez? Hát azt mondja, hogy fiam, neki azt kellene mondani, mama, a mi dolgunk ez? Na de várjunk el meg kicsit. Zsidó családban, ha a családfő meghal, az elsőszülött fiú lesz a családfő. Családfői, atyai állapotába szólt vissza Jézus Máriának. Asszony, a mi dolgunk ez? Nem is lehet belőle botrány, jaj, a botrány okozónak, hiszen hát a zsidók is hallották, hát tényleg ő a családfő, jól szólt vissza az édesanyjának. Asszony, a mi dolgunk ez? Mária fölfogta. Meghalt József, Józsikám, most már Szent Háromságos Egyistennek mondtam igent, akkor ő tudja használni az atyai mi voltát is. Tegyétek, amit mond. Fülöp is később megkérdezi az Úr Jézust. Jézus, mutasd meg nekünk az atyát, az minden rendben van. Fülcsi, én és az atya egy vagyunk. Jaj, Szent Háromság, aki olyan finoman meglátogattad ezt az igaz, jó és szép, drága Máriánkat, akin keresztül elküldted nekünk ezt a drága szent üdvözítőt. Természetes, hogy a szűzanya mindvégig szűz volt, és szűzen szült, és természetes, hogy a szűzanya nem halt meg. Nagyon helyesen a keleti egyház így fogalmaz, átszenderült. Hát persze, nem halt meg, mert nem volt miért. Az Úr Jézus meg azért halt meg, mindannyiunk bűneért. De a szűzanya bűneért nem kellett meghalni, hát neki nem volt. Ezért úgy is vette át magához a mennybe. Nagyon szeressük a szűzanyát, és nagyon finoman fogjuk föl a szeretet lángot. És imádkozzunk a papjainkért, a püspökeinkért, egyre jobbak. Egyre kevesebben vannak, de egyre jobbak. Hogy legyen bátorságuk nem csak hagyni, hanem élére állni a szeretet lángnak. Gondolják meg, minket Mária mennyire szeret magyarokat. Nekünk adja a szeretet lángot. Ebbe a trianoni kicsi Magyarországba.
és azokba az országokba, ahol a püspöki kar elfogadja és az élére áll a szeretet lángnak, így megy föl a kereszténység. Mexikó, Dél-Korea, Fülöp-szigetek, Szlovákia, Szlovákiában 3 érsek és 5 püspök a tagja a Máriás Papi mozgalomnak. Magyarországon hány? Imádkozzunk értük, nagyon szeretjük őket. De most nézzük Szent István, drága Szent Istvánunkat, aki nagyon Máriás volt. Kérem szépen, Szent István minden csatáját megnyerte. Hogy lett ő szent? Sokan azt mondják, hát elég kegyetlen uralkodó volt, levárta Koppányt. Igen, felségáruló volt, tönkre akarta tenni az országot. Legyőzte, aztán a pogány szertartásnak megfelelően, mikor legyőzte és kivégezték, fölnégyelte is a 4 jégtájnak a pogány szertartás szerint, tessék, nem kell nektek a kereszténység, tessék. Na, erre jött a Vatkan, ugyan már, aztán Imrus is meghalt. Több gyerekük volt, de Imre volt az egyedüli, aki felnőtt, férfi lett. Sőt, kapaszkodjanak meg kedvesei. Szent Imre, ott van a szobra, ahol szembe állnak a templom a bal oldalt, nehéz sorsú fiatalok szétverték, de azért már kiigazították. Ő a magyar ifjúság védőszentje. Kérem szépen. Úgy örülök, a kislányom minden vizsgája előtt ide kijön imádkozni hozzá. No, elég az hozzá, Szent Imrének Szűzi házassága volt. Úgy se lett volna gyerek, miért kellett ő megölni? Hát öreg már Józsi, vagy a Pista bácsi már öreg, mindjárt meghal, hát ő lesz az utód. Mert megint egy keresztény uralkodónk lesz. Megölték a pogányok. Aztán volt még egy pár, ugye, föllázadás, minden csatáját Szent István megnyerte. De hogy lett Szent István királyból Szent István? Ugye én, ahol színházi vezető vagyok, oda az István a király be nem teheti a lábát. Bocsánatot kérek, nem is az a cím, hogy Szent István király, hanem István a despota. Mit mondott István abban a szerkesztményben? Veled, Uram, de nélküled. Na és? Volt már ilyen, mondott valaki a parlamentben, na és? Hát milyen? Hát az nem Szent István. Hát ott Koppánynak van igaza. Az egy neobarbár, már becézi magát a barbár, Barbi. És megy utána a magyar. Hát legalább templomokban, meg katolikus iskolákban nem utassák be. Meg Jézus Krisztus a szupersztár. Nem nám Jézus Krisztus a megváltó. Hát ott Júdás jön vissza a végén, és föl se támad az Úr Jézus. Ámberek, észnél vagyunk. Szív, agy, harmónia. No, de Szent István szív, agy, harmonikus volt. És amikor Szent István halála után, egyébként majdnem kinyírtuk magunkat, magyarok. Majdnem kihalt a magyarság. De hát Mária vigyázott ránk. Mikor Szent István azt mondta, hogy Uram, hát mit kaptam tőled? A családomat. De már nálad vannak a gyermekeim. Mit kaptam még tőled? Öregek vagyunk Gizikével, már nem lesz gyerekünk. A hatalmat kaptam tőled, meg a nemzetemet. Magyarokat, cigányokat, svábokat, ruténokat, zsidókat, tótokat, horvátokat, szerbeket, székelyeket, úgy, ahogy van, együtt. Nincs jó utód, fogadd el ezt a nemzetet. Elfogadta. Volt itt tatár, török, Habsburg, náci, szovjet, globalizmus, megint a szovjet, a teljes nihilizmus. Még mindig magyarul tudjuk mondani, hogy szeretlek, vagy bocsáss meg. Erre semmi esély nem volt. Itt a szláv, germán, magukat latin dákoknak valló között. Semmi esély nem volt. És még mindig van. És Ferenc testvér azt mondja, Mária levette rólunk a kezét. Hát még róla se. Különben hogy mondanék én értem minden nap 1/10 rózsafüzért? Vesszen el. Dehogy. Térjen meg, leszünk egyel többen. Úgy is fogyunk. Hát nem. Hát kétszer összehozta a kétharmadot. Hát annyi böszme van, hogy máshogy nem jön össze. Tudják, én arról a vidékről vagyok, a böszme az azt jelenti, aki megtehetni a jót, de nem teszi. Hát az Isten tud
görbe ujjal is írni. Ja, ha egy magyar miniszterelnök azt mondja az anyámról, hogy az hánya veti, na majd akkor én megtanítom a magyarokat. Ámberek, 2001. augusztus 15-én megtörtént ám az újra fölajánlás. Az a kérdés, egyszer már ezer évig kitartott a mamának a vigyázása. Török, tatár, Habsburg, náci, szovjet, őrület, mindennel. Hogy 3001. augusztus 15-én milyen unokáink lesznek ott. De addig ki fog tartani. És ha akkora lesz Szent István népében a romlás, kettőt majd megtart. Az egyik lehet, hogy kínai lesz, a másik lehet, hogy izrael lesz, de a Szent Istváni lesz, nem Koppányi. Önök közül ilyenkor néha föl szoktak ugrani, aztán kimennek. Annak is örülnék, ha fölugorva mennek ki. Már volt, aki ezért meg akart lincselni. Aki önök közül hiszi, hogy Jézus pártus magyar herceg, vegye fel a betegek szentségét. Amíg nem késő. Vannak itt papjaink. Nyugodtan tolakodjon. Nagyon-nagyon nagy bajban van, aki azt hiszi, hogy Jézus pártus magyar herceg. Persze, akkor mit csináljon a többi? Kérem szépen, miért lett Szent István szent? Ki bontja ki Fehérváron a sírt? László király. Ki volt László király? Kinek volt az unokája? Vazulnak. Vazul is felségáruló volt, Szent István leveri, de kiszuratja a szemét. Micsoda dolog ez? Hát nem szép, de irgalmat gyakorolt. Hatalomra alkalmatlanná tette. Ha megölte volna Vazult, ez járt neki jogrend szerint, ezért vagyok én a halálbüntetés ellen, kiszuratta a szemét, de nem ölte meg. Ha megöli Vazult, kihal az Árpád hal. Ház, neked Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent... Továbbiak, nesze neked. Kiszuratja a szemét, és diszidáltatja Lengyelországban, Vazult bácsi. Megszületnek a gyerekek, annak meg aztán az unokája, László. A bátyja elég furán viselkedtek, azt Lacika magához vette a hatalmat, mert érezte, hogy mi van, Jézus király, csak így hívjuk. És azt mondja, hoppá, az az István, aki a nagyapámnak kiszuratta a szemét, az nem akármilyen uralkodó volt. Nyissuk ki a sírját, megtalálják a kezét, éppen elindítja a szentély nyilvánítást. Az indította el Szent István szenti nyilvánítását, akinek a nagyapjának a szemét Szent István kiszuratta. Legyünk nagyon boldogok. A szeretet láng rózsafüzér, minden rózsafüzér, halka mondom, betetőzése. Mondjunk el egy tized rózsafüzért. A szűzanya azt mondta, megkérdezték Medjugorjéban a látnokok, mondd már, szűzanya, melyik a kedvenced? Lefogadnék, hogy mindannyian, ugye mondtam már, hogy azt mondjuk, aki nekünk a szent lelke. Azt mondta, akit érettünk, tövissel megkoronázta. Hát most mondjuk el ezt a rózsafüzért, tizedet, aztán a mama az árpádházi szentekkel, Pista bácsival, Szent Istvánnal, Szent Gizellával, Szent Imrével, nekünk az első szent uralkodói családunk, szent család. Nekünk két szent családunk van, magyaroknak. Na, kinek van még ilyen? Na, ez egy hungarikum. Akkor mondjuk el ezt a tized rózsafüzért, ezzel fejezzük be, ha bárkit, bármilyen megbántottam, ne haragudjanak, bűnt el lehet követni gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Nem szerettem volna mulasztani, bár most érettségi találkozóra sietek Sopronba. Középkori szent és filozófus azt mondta, hogy a nagy bűneink az Isten előtt nehezek lesznek, de nem lesznek olyan nehezek, mint a mulasztásaink. Hát nem mulasztottak, én se igyekeztem mulasztani, úgyhogy adjunk hálát az Istennek, hogy itt együtt lehetünk Magyarország Lurdjában, és egy tizeddel búcsúzzunk el, és lendüljünk tovább. Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünk add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az emberiségre, most és mindörökön örökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árra szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most én a szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronázta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akiértünk tövissel megkoronázta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronázta, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árra szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árra szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön, örökké. Amen. Nyugalom, az egyház szakadások óta egyetlen egy közös szentje van a világnak. Bartolomeusz 2000-ben elfogadta, hogy Szent István a keleti egyháznak is szentje. Egy közös, még Szent Ferenc se. Egy közös szentünk van. Nyugalom. Mária tevékenykedik, csak álljunk be katonának. Dicsértessék a Jézus Krisztust.